Kezdjük? Akkor figyelj! Kultúrkoktél. Minden szombaton 4-től 6-ig. Érdekes emberek, érdekes helyzetek, minden, ami kultúra. Zene, képzőművészet. Kultúrkoktél. Szivárvány a világ, és hogy mitől is szivárvány a világ, meg mit is jelent az, hogy szivárvány a világ, erről fogunk beszélgetni Szevcsik M. Annával. Nehéz kimondani a nevedet úgy, hogy nem hallok, és Budai Gergelyel, a te neved már sokkal egyszerűbb. Szeretettel köszöntelek benneteket. Szóval mitől is szivárvány a világ? Miért szivárvány a világ? Hát szeretettel köszöntünk mi is mindenkit, aki hallgat minket, és téged is. Köszönjük, hogy itt lehetünk, a meghívást. Mi azt gondoljuk, hogy szeretnénk az esélyegyenlőség jegyében minél inkább felszólalni és kiállni, és szeretném akkor, hogyha Gergő egy kicsit mesélne erről az egész kezdeményezésről. Jó estét kívánok én is. Ennek a kezdeményezésnek az a lényege, hogy fogyatékkal élő, halmozottan sérült, illetve daganatos gyerekeknek teret adjunk arra, hogy alkothassanak. Hiszen a fő motója a szivárvány a világnak az, hogy senki nem kevesebb a másiknál, a lényeg az, hogy mindenki tud alkotni. És pont a gyerekek alkotásaiból szervezünk egy kiállítást ezen alkalomból, amelynek a címe Szivárvány a világ, ami a színességet, az összetartozást és az esélyegyenlőséget karolja föl. Azt gondolom, hogy egy gyerek beteg, az még borzasztóbb, vagy még rosszabb, mint hogyha egy felnőtt. Hát én 4 gyermekes anyuka vagyok, úgyhogy végigéltem már ezt néhányszor. Ilyenkor mindig erősek és kemények vagyunk, aztán utána kezdünk el gondolkodni talán a szituáción, de sokkal jobban megviseli az embert, mint saját maga, ezt teljesen jól látod. Viszont nagyon sokat jelent nekik egy-egy olyan dolog, ami ad egy kis reményt, ami kicsit motiválja őket, és ami kicsit színesebbé teszi nekik, és teheti nekik azt a világot, amiben adott esetben vannak, és úgy gondolom, hogy ez a lehetőség, ez a kiállítás, ez egy kicsit erről is szól. Meg gondolom, hogy egy hosszú-hosszú kórházi kezelés alatt azok üdítő percek, amikor ceruzát, krétát, vízfestéket vehetnek a kezükbe, és alkothatnak, és egy kicsit a kórházak mindennapi rutinjából kiszakadhatnak. Hogyne, ezért is örülünk például az Ecsetrefe kezdeményezésnek, akik itt csatlakoztak hozzánk, és támogatóink, mert ők konkrétan bementek a kórházakba, és nem csak, hogy az eszközökkel segítik ezt, hanem a gyermekekkel rajzoltatnak, és ezeket juttatják el nekünk, és részt vesznek ezáltal. Tehát még motiválják is őket, hogy itt az ecset, tessék elkezdeni festeni. És ebben az egészben az a csodálatos, hogy aki nem tud rajzolni, mert a fizikai állapota nem teszi lehetővé, azoknak a kezét akár befestékezik, és lányomják egy papírlapra, így adva egy egyéni jelleget ennek a dolognak. És ami meg még szívmelengetőbb, hogy ezek a gyerekek reményt, célt kapnak a kiállítás által, tehát már annyira várják a megnyitót, hogy megnézhessék a műveiket kiállítva gyönyörűen, és hála Istennek nagyon sokan jelentkeztek eddig. Hogyan jött az alapgondolat? Hát azt gondolom, hogy mindannyian, akik így ebben szervezők vagyunk, és ha megengeditek, megemlíteném azt a másik két szervezőnket is, aki itt ebben részt vesz. Ottlik Judit, ő az, aki egy nagyon érzékeny és iszonyatosan szerethető hölgy. Ő var rengeteg kedves dolgot, többek közt ő készíti el a felhőcske logónkat is így az eseményre is. Ez már nagyon aranyos, hogy felhőcske ugye? Logó, az annyira szerethető. És az, és tényleg, hogyha láttad a logót, mosolyog, sugárzik, és adja a reményt, amit mi szeretnénk így. És van Pomlény is a rólta, Saci. Ő meg azt hiszem az, aki egyszerűen nincs olyan dolog, amiben ne akarna segíteni, ne tudna segíteni azonnal, tele van szeretettel ugyancsak, és mindehhez odaállt mögénk a budavári Hilton, akik meg érzékenyek erre az egész eseményre, és fogékonyak arra, hogy jótékonyak legyenek, és azt gondolom, hogy egy olyan csapat kaptunk, akiért én nagyon hálás vagyok, hogy mindannyian egy célért vagyunk, hogy segíthessünk,
és példát mutassunk, azt gondolom, és vigyük ezt az egészet. Beszéljünk arról, hogy mikor lesz a kiállítás megnyitó. A kiállítás megnyitója 2017. március 17-én lesz a Hiltonban. Melyikben, mert több is van. A Budavári Hiltonban, a hivatalos neve Hilton Budapest. Itt szervezzük meg, fellépőkkel, művészekkel, Árvai Zoltán szállodaigazgató úr elvállalta a fővédnökséget. Azt gondolom, hogy a hely nagyon jó. Így van. Csodálatosan szép. Nem csak exkluzív, hanem Konrad Hilton a végrendeletében benne van, hogy a gyerekeket fel kell karolni, segíteni kell. Tehát ők alapból érzékenyebbek az ilyen témára, és hála Istennek, ők maximálisan mindent megtesznek nekünk. Természetesen mi ezt ugyanúgy viszonozzuk, tehát amit kérnek, azt hiszem maximálisan teljesítjük. Tényleg itt az érződik, hogy mindenki megfogta azt, hogy miről szól ez, és azt szeretnénk, hogyha ez egy hosszú távú dolog lenne, sőt adott esetben egy vándorkiállítás, hogy eljusson, ha lehet, az ország minden pontjára, hisz onnan kapunk műveket is. Ahogy ugye kapunk az Igaz Gyöngy Alapítványtól, Berettyóújfaluból, kaptunk Miskolcról is, onkológiáról is műveket, Pető Intézetes, ami például itt eszembe jutotta, hogy a Gergő mondta, hogy aki mondjuk a kezét nem tudja úgy használni. Van egy olyan lepedőnk, amire több gyermeknek jégből csináltak ételfestékkel egy ilyen színezéket, és azzal kézzel, lábbal rajzoltak, és az is ott ki lesz állítva. Tehát itt ugye a csapat szellem is nagyon fontos ilyen közönségeknél, úgy gondolom. És igen, legtöbbször az egyszerű tolvonásban van a legnagyobb erőfeszítés, ugye, mert állapottól függően nehezebb vagy könnyebb rajzolni. De vannak olyan csodálatos művek, ami a meghívónkon is rajta van, ami szintén szerepel a szivárványmotívum, egy sárkány, az azon a herceg, tehát hihetetlen történeteket látunk így viszont a papírokon, és lesznek tárgyi művek is, tehát ezek a képzőművészeti tárgyak csodálatosak ettől egyik. Hát a gyerekek képzelő világ, tehát a képzelő ereje a világok, azt gondolom, hogy gyönyörű, és hogyha valaki ezt ki tudja nyitni, és elindítja őket egy úton, akkor csodákat kapunk belőle. Megismerhetjük-e az alkotókat is, vagy csak a műveik fognak a Hiltonba szerepelni? Nem, mindenképpen az a cél, hogy aki ebbe beleegyezett, arról kint lesz egy kis leírás is, adott esetben a fotójával is, hogyha azt is engedélyezte, és ezt angolul és magyarul. És ami nagyon fontos a kiállításról, hogy oké, hogy lesz egy megnyitó, de ugye április 7-ig ez megtekinthető bárki számára a Hiltonban ingyenesen. Úgyhogy 10-től 18 óráig nyitva lesz ott mindenki számára a kapu, mehetnek, megnézhetik, és megéri, mert tényleg nagyon-nagyon szépek, és van egy jótékonysági oldala is ennek a kiállításnak, mert lesznek olyan művek, amik megvásárolhatóak, amivel szeretnénk ugye segíteni sokszor itt ezeknek a családoknak. De tényleg ez is egy nagyon jó dolog, hogy a beteg gyerekek alkotásait vegyék meg, és azzal segítsék a rászoruló gyerekeket, és nem, mit tudom én, agyon fölkapott, meg agyon reklámozott festőknek a 50-szer 100-szorosan túlértékelt képeit. Én sokkal többre értékelem a gyermekrajzot, de ez anyaként azt gondolom, hogy természetes dolog, és főleg azért, mert tényleg, amit mondtam, hogy sokkal kifejezőbbek is sokszor. Tehát egy gyerekrajz nem véletlen. Én például nagyon szeretem az elemzését is a gyermekrajzoknak, rengeteget mutat a lelki világáról is. És itt olyan színes művek vannak, annyira mesélnek, hogy tényleg fantasztikus. Illetve hát, ha megnézzük, akkor benne van maga az álom is, amiről álmodnak a gyerekek. Tehát megvan az, hogy én erről álmodok, és akkor arról csinált egy rajzot. Vagy például van, aki az esküvőjét rajzolta. Tehát egy mennyegzővel, nagyon aprólékosan. Tehát nem akarok minden rajzot itt lelőni, hiszen 100-140 alkotás kerül kiállításra. De igen, nem csak a rajzok, hanem a szülőktől kapott visszajelzések is legalább annyira szívhez szólóak és megérintőek.
És nekik is nagyon fontos ez. Tehát azt érezzük ugye, hogy a szülőnek is rengeteget jelent az, hogy a gyermekének a műve ott kiállításra kerülhet, illetve az intézmények is nagyon büszkék és boldogok, hogy történik valamilyen összefogás, mert azt gondolom, hogy ez is egy óriási dolog ma Magyarországon, hogy különböző intézmények, szervezetek összefognak, és csinálnak valami nagy közöset, és álmodnak együtt egy ilyet. Mennyire fognak visszajelzést kapni az alkotók? Gondolok itt arról, hogy egy baromi jó érzés lehetne nekik az, hogy lássák akár fotókon, videókon, hogy fogadta a közönség az alkotásaikat. Az alapjáraton, hogy a megnyitóról készül egy film, az ott természetes, és azon kívül én azt gondolom, hogy fel fogunk mi menni a Hiltonba, és köszönjük az ötletet különben, mert ezen még nem is gondolkodtunk, de nekem nagyon tetszik, és ott közben is meg fogjuk örökíteni mi azt így néhány fotóval, hogy mondjuk akik látták, hogy érezték magukat, mit szóltak hozzájuk, illetve ha vándorol, minél inkább lehetősége van annak, hogy minél többen eljöhessenek megtekinteni, mert nem biztos, hogy könnyen el tudnak Berettyóújfaluból például jönni, így viszont, hogyha eljutunk arra a tájékára az országnak, lehet, hogy egyszerűbb lesz nekik is. Illetve hát a Hiltonnak nagyon nagy segítség nyújtása az, hogy az ő rendezvényeiken a szobakulcsokban elhelyeznek ilyen kis szóróanyagokat, tehetünk táblákat, amin hirdethetjük ott házon belül. Tehát úgy mondom, hogy egy olyan központi térben van elhelyezve a kiállítás, ahol a nagy csoportok is keresztül mennek. Tehát én úgy gondolom, hogy igen nagy létszámban fogják ezt megtekinteni. Megmondtátok, hogy a leírások is két nyelvűek, tehát a magyar mellett angolul is, tehát pontosan a Hilton törzs közönsége is. Hát főleg külföldi emberekből. Mondjuk említették, hogy van egy ilyen Sunday brunch eseményük minden vasárnap, ugye egy ilyen reggeliztetés, ahol ugye magyarok is megfordulnak, de mi is azért próbálunk így a Facebookon és a weboldalunkon keresztül is kommunikálni, és minél több képet megmutatni, vagy minél több részletet abból. Például van egy ikerlány testvérpár, nagyon-nagyon aranyosak, ők jönnek is majd a kiállítás megnyitójára, és ott szerepelni fognak. Nekik az a különlegességük, hogy az egyikük fogyatékos a kislányok közül, a másikuk egészséges, és pont ettől azt gondolom, hogy már ők mutatják ennek az egésznek a lényegét, hogy az integráció már itt ugye elindul, hogy összehozzuk a nem jó szó ez, hogy épp embereket, de a látszólag egészséges egyébként embereket. Tökéletesen igazad van, mert mitől épp valaki, vagy mitől beteg, vagy fogyatékkal élő valaki. De én azt gondolom, hogy fogyatékkal lehet sokkal kerekebb élete valakinek, mint egy úgynevezett épp embernek. Na hát ezt kell a társadalom felé sugározni és megmutatni. Erre nagyon nagy szükség van. Meg az, hogy elfogadjuk egymást, és hogy mikre vagyunk mi így képesek. És meg kell találni mindegyik emberben azt, amitől ő különleges. Ez jól hangzik. Ezt így is kell. Szerintem, hogyha ezt így mutatjuk, akkor ez egyszer csak így eljut minél több emberhez. Illetve hát a közösségi oldalainkon, Instagram, Twitter, Facebook, mindenhol kommunikálunk, és szeretném majd a gyerekeket is úgy megörökíteni, hogy azokból egy ilyen videómontást csináljunk, és azokat is kitegyük, hogy tényleg lássák a látogatók, akik oda mennek, hogy igen, tehát hogy ő ezt meg tudta csinálni, hogy ne. Nincsenek lehetetlenek, nincs olyan, hogy én erre nem vagyok képes, és minden művet befogadunk, tehát nem mondjuk azt, hogy hát a tiéd nem, vagy emiatt mi szelektálnánk, hiszen lehet, hogy ő neki ez egy akkora alkotás, amit szeretne megmutatni a népnek. És mi erre teret és lehetőséget adunk. Oké, mondtad a közösségi oldalaitokat. Szerintem mondjuk is el. Jó, Gergő a mestere. Nem. facebook.com/szivárványavilág a Facebook oldalunk. Ott kommunikálunk legaktívabban, és oda teszünk fel olyan exkluzív tartalmakat is, amik a weboldalunkra www.szivárványavilág.com-ra nem kerül ki. Tehát érdemes követni. Instagramon is fotókat fogunk megosztani, illetve rajzokat tesszük fel, hogy minél többen láthassák
természetesen ott inkább angol kommunikáció fog zajlani. Mondjuk el még egyszer, hogy mikor nyílik a kiállítás, meddig lesz nyitva, hol látható, kik menjenek el, miért nézzék meg? A kiállítás mindenki számára nyitott és ingyenes, szeretettel látja a budavári Hilton az embereket rá, 10-től 18 óráig nyitott, március 18-ától nyilvános, április 7-én 16 óráig. És terveink szerint, és természetesen ezt is mindenféle oldalainkon kommunikáljuk, majd ez egy vándorkiállítás lesz. Úgyhogy reméljük, hogy igazából azzal, amikor azt mondjuk, hogy vége van, már arról fogunk beszámolni, hogy hol leszünk következőnek. Vagy már a megnyitón. Így van. Azt gondolom, hogy márciusban már tök jó idő lesz, és tök jó kirándulás is, hogy felsétál valaki a várba, megnézze a kiállítást, aztán tovább sétál. A Sluszpai már csak egy szivárvány kéne a Duna felett. Biztos, hogy a kiállítás alatt lesznek olyan napok, amikor esni fog az eső, sütni fog a nap, és szivárvány lesz. Ez a... Duna felett. Kéne Daninak valami rainbow számot keresni? Somewhere over the rainbow. Valami szivárványjal kapcsolatosan. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Minél többen menjenek, nézzék meg a kiállítást. Tolerancia mindenek felett. Köszönjük a lehetőséget.